Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórium YouTube csatornáján. Az én nevem Zsolt. 2012. márciusában a Genfi autószalonon a Peugeot lerántotta a leplet a 208-asról, ami egyszerre váltotta a 206-ost, illetve a 207-est. 2015-ben kapott a modell egy ráncfelvarrást, majd utána 2019-ben érkezett a második generáció, ami jelentősen megújult formatervel, kicsit hosszabb és alacsonyabb külsővel, és mindenképpen morcosabb dizájnnal rendelkezik. Ezt található most itt a fenekem alatt, ezt fogom vezetni, és ezt fogom bemutatni nektek. A Peugeot 208 akárcsak az elődei, egy kis autó, egy városi kis mini cirkáló, amivel kényelmesen lehet manőverezni még szűk helyeken is. Többek között ez annak is köszönhetően, hogy alig nyúlt tovább, mint 4 méter, 5,5 cm-rel lett ez hosszabb, és a tömege is nagyon csekély, hiszen mindössze kicsivel több, mint 1,1 tonna. Pont azért virgonc, jól fordul, én például elsőre azon lepődtem meg, hogy olyan helyekre is be tudtam parkolni, hova a korábbi tesztautókkal nem, illetve a saját mélygarázsba, ahova beszoktam állni, ott is egy fordulóval be tudtam parkolni. Szóval tényleg egy jól manőverezhető autó, és talán ebben rejlik a 208-asnak az egyik legjobb előnye. De a másik, ami imádható, az a külső. Most már az 508-as Rozmár, vagy nevezzük oroszlán anyuka, most már nem fogja letagadni a kisfiát, hiszen a 308-as is nagyon hasonlít az 508-ashoz dizájnban, formatervben és elképzelésben is. Megkapta azokat a Rozmár fogakat vagy agyarakat, ki hogy nevezi, amelyek ilyen ledes menetfényként funkcionálnak, és amelyek, hogyha felnyitjuk az autót, akkor azonnal elkezdenek villogni, akár csak a hátsó ledes lámpák. Maradjunk az elejénél az autónak, mert izgalmasan alakul az is. Nem csak ezek a rozmár fogak tűnnek nagyon jónak, hanem a hűtőrács is mutatós, többek között annak köszönhetően, hogy fekete alapon vannak ilyen kis ezüst motívumok, amik még agresszívebbé teszik az autót, talán kicsit nagyobb a hűtőrács, mint amelyet egy ekkora autóhoz el tudnánk képzelni, ám ennek ellenére jól mutat előről. Kellemes a játékossága oldalról is, az övvonal szépen húzódik egy kicsit följebb. Az ajtók nem túl nagyok, de a kényelmes beszállást azért segítik. Persze azért hátul kényelmetlenül fognak utazni a magasabbra nőtt emberkék, elől viszont be lehet állítani az ülést, de erről majd később fogok beszélni, mert azért nem egy egyszerű művelet, attól függően, hogy milyen magasak vagyunk. Szóval hátul még jól néz ki a C-oszlopnak a bemélyeztése, mivel hogyha teljesen hátulról ránézünk az autóra, így sokkal sportosabbnak tűnik. Szép tényleg az autó, tehát nem csak agresszív, nem csak morcos, nem csak modern, hanem összességében így szép is. És nem fogyott el a formatervezőknek a lelkessége, illetve elképzelése a hátuljánál sem az autónak. Megvan az a 3-3 ledes menetfény, ami szintén villog, amikor beindítjuk az autót, illetve az ezt összekötő fekete elem a mostani Peugeotnál már, ezek mind-mind-mind megtalálhatóak. Hogyha kinyitjuk a hátsó csomagtér ajtót, akkor 265 literes csomagtér tárul elénk, tehát nem ezzel fogunk négyen a legmesszebbi Görögország vagy éppen Spanyolország déli részére elutazni kényelmesen nagy bőröndökkel, de egyáltalán nem is azért készült a 208-as, ha valaki ilyen tervekkel rendelkezik, akkor ott van az 508-as pont erre a célra. Szóval a 265 liter azért még bővíthető, hogyha ledöntjük a hátsó üléseket, akkor már kicsivel több mint 1,1 köbméter áll rendelkezésünkre, ami már azért elég ahhoz, hogy esetleg hazavigyünk az IKEA-ból a kisebb, nagyobb szekrényeket, vagy legalábbis lapra szerelt dolgokat. A futóműve abszolút kellemes az autónak, nincsen keményre hangolva, tehát nem fogja senki azt érezni, hogy ebéd után már felfordulna a gyomra. Csillapítani jól csillapítja az úthibákat, még akkor is, hogyha ilyen göcsörtös útszakaszra érkezünk, mint amilyen nem most vagyok, mert képtelenek felújítani itt az éles sarok utáni részt, de ettől függetlenül nem éreztem azt, hogy túl kemény lenne a futómű. Persze azért nem egy izgalmas autó, tehát nem arra való, hogy a legkeményebb kanyarokba belemenjünk és azt a lehető legdurvábban bevegyük, de ez egy városi cirkáló, ez egy városi kis autó, tehát nem versenypályára termet, még akkor sem, hogyha a GT Line-t vagy a GT felszereltséget választjuk. Ugye ezeknél azért azt meg kell említeni, hogy ha ezeket választjuk, tehát a GT-t vagy a GT Line-t, akkor ezeknek az oroszlán fogaknak vagy agyaraknak még lesz egy ilyen kis hosszabbítása, és onnantól kezdve még szebb lesz az eleje az autónak. A ledes menetfény mellett a ledes lámpa is mindenképpen kiemelendő, kellemesen világít. Nem annyira egységes, mint a legjobb megoldások, de azért szépen betakarja fénnyel az útszakaszt, és messzire a távolságival is jól lehet látni, tehát biztonságos vezetést eredményez. Ha beülünk ide, akkor egy teljes érdekesség fogad minket. Ugyanis
Itt van ez a 3D-s iCockpit névre hallgató rendszer, illetve műszeregység, műszerfal. Amikor először beültem ide, akkor esküszöm azt gondoltam, hogy basszus, hogy fogok én erről bármi jót is mondani, mert nekem nagyon nem tetszik az egész, ahogy ez ki lett alakítva. Aztán mentem az autóval, vezetgettem, és kezdtem megszokni, és úgy vagyok vele, hogy egész modern, egész dizájnos, csak minden francia logikás. Tehát a tipikus az, hogy a franciák azt hiszik, hogy ők gondolkoznak logikusan, és mindenki más hülye, mi meg azt hisszük, hogy ők a hülyék, és mi gondolkozunk logikusan. Valamelyik az igaz, nem tudom, hogy melyik, minden esetre az, hogy ide kényelmesen beüljünk, ezt a kis kormányt beállítsuk, utána még csík szélesebb műszer egységet láthassuk, na azért az nem fél perc, mert hát hogyha más beül ide vezetni, utána ugyanezt visszaállítani, úgyhogy nincs memóriás ülés vagy kormány, na azért az rendesen feladat. Viszont láthatjuk a digitális műszer egységen azt, hogy milyen távolságot tettünk, meg mennyi a fogyasztás, mennyivel megyünk a szokásos dolgokat, ráadásul ilyen 3D-szerű élményben kapjuk mindezt meg. Szerintem erre azért nem volt feltétlenül szükség, de a Peugeot úgy látta jónak, hogy ezzel is modernebbé teszi az autót. Középen is van egy kijelzőnk, itt fut az Android Auto és az Apple CarPlay rendszer, hogyha bedugjuk a megfelelő Apple-ös vagy Androidos telefonunkat. Jól használható, gyors a rendszer, érintésérzékeny a kijelző, ami viszont nem jó, hogy érintésérzékenységgel lehet a klímát is vezérelni, ami sose egy optimális megoldás, mert amikor vezetünk, akkor is ezt kell figyelni, én a tekerő gomboknak mindenképpen inkább a híve vagyok. Ellenben gombok segítségével oldották meg, ráadásul zongora billentyűszerű gombokkal oldották meg, hogy le lehessen zárni a központi zárat, hogy ki lehessen kapcsolni a klímát, vagy esetleg belső keringetést lehessen aktiválni, szóval ezekre mind-mind van gomb. Ami szintén nem tetszik alatta, hogy van egy tároló rekeszünk ugyan, de ilyen zongoralegszerű a fényezés. Ez biztos össze fogjuk karcolni, nem lehet megóvni, és a kor előre haladtával szerintem 100%, hogy jobban fog látszódni rajta az elhasználódás, mintha bármilyen más anyagot használtak volna. Egyébként pedig bárhova nyúlunk, viszonylag kellemes az anyaghasználat, és bár nem fogjuk mindig kopogtatni, azért egy bőven 5 millió forintba kerülő tesztautónál nem fogadom mert ezt a műanyagot, ennél talán lehetett volna valamilyen prémium matériát is alkalmazni. Picit bumszlinak tűnik a 6 fokozatú manuális váltónak a teteje, de jól megmarkolható, jó helyen van. Amikor először beszálltam, úgy éreztem, hogy túl magas, utána pedig hozzászoktam, és most már úgy gondolom, hogy ez teljesen jó. A váltása is kellemes, tehát tök jó kuplungolni, tök jó váltani az autóval, de kérhető 8 fokozatú automata váltóval is, persze ahhoz mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk. Az ülések kényelmesek, és elől tehát jól el lehet férni, viszont az én 185 cm-es magasságom mögé, aki behuppan, az eléggé össze kell, hogy húzza magát, vagy nem kellene, hogy nagyobbra nőjön, mint 150 cm. Nem is a fejtérrel van igazán probléma, hanem inkább a lábtér az, ami rendkívül szűkös, kis autó. Na, kis autóhoz pedig nem jár nagy motor most már, az autó elejében egy 1,2 literes, vagyis 1198 köbcentis háromhengeres, 12 szelepes erőforrás dolgozik, aminek a hangja nem szűrődik be túlságosan az utas térbe, tehát el lehet viselni ezt a kicsit ilyen dízeles karakterisztikájú hangot, főleg amikor hideg, akkor remeg jobban, de amikor már bemelegszik, akkor nagyon csöndes. Ehhez az 1.2-es lökett térfogathoz jár még 100 lóerő, de nem ez az egyetlen egy verzió ebből, hanem van 75, 100, illetve 130-as is, ugye turbós benzinmotorról beszélünk. Ha pedig valaki dízelt szeretne, akkor ott van az 1.5 Blue HDI, tehát még mindig nem koptatták ki a dízelt a Peugeot-nál, ami egyáltalán nem probléma. Mivel nagyjából 205 Nm van a 100 lóerő mellé, ezért azt lehet mondani, hogy kellemes dinamikával mozgatja ezt a kicsivel több mint 1,1 tonnás kasznit ez a motor, városi közlekedésre több mint alkalmas, de 130-nál sem fogy el az ereje, persze azért az ilyen 140-es előzéseknél már, ami már határeset ugye, és nem nagyon szabad Magyarországon, de ha Németországba megy valaki, akkor ott már azért erősebb gáztaposás esetén sem fog olyan biztonságos előzésekbe kezdeni, de nem is erre van szükség egy ilyen autónál, ezzel szerintem 10-ből 9 ember inkább a városban közlekedik, vagy az agglomerációból a városba ingázik, arra pedig megfelelő ez a méret. Amit még kvázi a motorról el szeretnék mondani, az a start-stop rendszer,
rendszernek az agresszivitása. Én nem tudom, hogy milyen élettartammal rendelkeznek majd a mai, vagy a pár évvel ezelőtti motorok is akár, de az, hogy még az 50 fokot sem éri el az üzemi hőmérséklet, de egy piros lámpánál már is leállítja a motort az autó, az kizárt dolog, hogy jót tesz neki, ám ettől függetlenül tényleg utána minden egyes lámpánál, még hogyha 300 méterenként meg is állunk, akkor bizony lelövi a motort, vagy legalábbis standby módba kapcsolja az autó, és hát ha klímázunk, akkor úszhatjuk meg ezt egy kicsit, hogy ritkábban fog leállni a motor, a leállás és a beindulás viszont aránylag simán zajlik. Nem beszéltem még a fogyasztásról, hát nem egy iszákos jószág ez a Peugeot 208-as, a jelenlegi átlagom 28 km per órás átlag mellett 7,2 liter, ez városi, illetve városon kívüli közlekedést is jelent, autópályán, országúton bőven elleszünk 6-6,5 literből, városban pedig 7,5-8 liter esetleg, amit kér és megiszik benzinből ez az autó, szóval azt lehet mondani, hogy szerintem fogyasztás szempontjából jól dolgoztak a mérnökök, és jól dolgozik a Peugeot 208 is. Extrák terén bőség van és bőség zavara. Ott van a ledes fényszóró, első hátsó radar, tolató kamera. Mondjuk a tolató kamera az inkább ne lenne, mert ne haragudjon meg a Peugeot, de én nem tudom honnan vették ezt a kamerát, de szerintem 240x240 pixel a felbontása. Marha jó, tisztességes, hogy 360 fokos kamerarendszert is lehet kérni, de sötétben nem lehet látni ezzel a kamerával, de még nappal is olyan a minőség, hogy itt ültem és néztem a kijelzőt, hogy komolyan 2020-ban egy ilyet még valaki belemer rakni az autóba. Nem, tragédia, tényleg tragédia, amilyen képminősége van ennek a kamerának. De mindegy, van ütközés megelőző, keresztforgalomfigyelő, szóval azok az 2020-as extrák, amik a modern autókat jellemzik, azok kérhetők ebbe az autóba is. Persze, hogyha valaki kéri, akkor már egyre mélyebben a zsebébe kell nyúlni. 4,2 millió forintba kerül Life felszereltséggel a 75 lóerős totál alapautó. Ez még jól hangzik. Na de, hogyha valaki 100 lóerővel kéri ugyanezt, akkor már plusz 1 milliót azért félre kell, hogy tegyen erre, és 7,7 millió forintig, tehát 7 millió 700 ezer forintig el lehet menni egy GT Line-os, automataváltós, 130 lóerős benzinmotorral szerelt Peugeot 208-as esetén, ami már én szerintem azért tragédia, de nem a Peugeot cinom emiatt, hanem az autóipart, meg az egész kitalációt, hogy ennyire durvák a büntetések. Én nem is értem. Na mindegy, biztos, hogy megvan ennek az értelme, meg abban egyetértek, hogy védeni kell a környezetet, de az a baj, hogy azt hiszik az emberek, hogy ezzel nem a felhasználók fogják megszívni, és most a koronavírus és minden után nem hiszem, hogy annyit el fog tudni bármelyik autógyártó is adni, hogy ne vigye le utána inkább az árakat, hogy legyen volumen, mert ilyen árakon egy kis autót eladni, hát Magyarországon nem az, hogy lehetetlen, de azért kevés az olyan tehetős ember, aki ilyen autót választ ennyi pénzért. Ettől függetlenül viszont a Peugeot 208-as egy gyönyörű, modern külsővel rendelkező, egyedi, na itt van most, ami rögtön figyelmeztetett, hogy kicsit későn fékeztem helyette, szóval ez egy egyedi megjelenésű, nagyon jól manőverezhető, városi közlekedésre maximálisan alkalmas autó, ami modernség szempontjából is megállja a helyét nem csak külsőleg, hanem belsőleg is, kényelmes, de kicsi és drága. Szóval mindenki dönts el, hogy ilyet vásárol-e vagy nem, vagy mi a véleménye erről, azért vannak alternatívák nem csak ebben a kategóriában, akár olcsóbban, hanem az SUV szegmensben is, ami tudjuk, hogy rendkívül népszerű manapság. Na köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, nagyon megköszönöm, ha megteszitek, pláne akkor, hogyha még az Instagramot, vagy éppen a Facebookot is bekövetitek. Szép napot mindenkinek, sziasztok!